Üdvözlök mindenkit, én Szövik, ezt mi láthatjátok a Fahrenheit nevezetű játék. Folytatjuk akkor szépen tovább a történetet. És akkor most választhatunk, hogy Carlával vagy Tylerrel haladunk tovább a történetben. Hát én most akkor úgy tervezem, hogy először Tylerrel, aztán majd utána a Carlával haladunk szépen tovább. I'd worked good and hard on the investigation, done everything Carla had asked. Now I just wanted to relax and play some b-ball. And also settle a little score I had with Jeffrey. Hát csináljunk egy jót, hogy készül először is. Megpróbálok kommentálni folyamatosan, mert azt tudom, hogy ezt a számot, ez biztos, hogy meg fog jegyezni nekem a YouTube teljes mértékben. Úgyhogy több mint valószínű, hogy ez alatt lesz valami reklám. Úgyhogy elnézéseteket kérem előre is, de sajnos ez van. Ilyen, amikor ugye a szerzőjog közbeszól. Na nézzük akkor. Okay, here's the rules. First to score 10 points wins the game and $200. That cool for you? You can kiss your money goodbye. We'll see. Let's do it. Since I'm such a good sport, you start with the ball. Hát a lényeg, hogy én itt most semmilyen gombot nem fogok nyomni. Egyetlen egy okból kifolyólag. Azért, mert ugye az első végigjátszásom során megcsináltam azt, hogy Tyler megszerezte a 10 pontot, és ugye lenyomta Jeffreyt. És ugye akkor az történik, hogy akkor ugye Tylernek elveszi a... Tehát hogy lényegében Tylernek nem kell kifizetnie azt a 100 dolcsit, amivel lóg ennek a Jeffreynek. És akkor quittekké válnak. Viszont én szeretném nektek megmutatni azt a fajta verziót, hogy mi van akkor, hogyha annyira bénák vagyunk, hogy nem tudjuk Jeffreyt legyőzni, és ő nyer. Hát abban az esetben hát mi fog történni, a mentális állapotunk az lejjebb fog csökkenni, és hát több mint valószínű, hogy ő meg ki fogja fizetni azt a 200 dolcsit, amivel tartozik ezzel ennek az úriembernek. Hogyha Tyler nyer, akkor elvileg azt hiszem elmondja, hogy ő a mit tudom én, milyen suliban ő kosarazott így úgy amúgy, és hogy igazából azért tudta megnyerni a meccseket, illetve ezért tudta lealázni Jeffreyt. De azt hiszem, hogyha Jeffrey nyer, akkor valami pluszt mond, hogy tehát igazából akkor Jeffreyről tudjuk meg, hogy milyen plusz információkat tudunk. Illetve azt tudni kell, srácok, lányok, hogy amikor ezt a játékot befejezzük, mármint hogy nem azt, hogy befejezzük, hanem hogy ezt a részt, amikor befejezzük, akkor fogunk gyakorlatilag eljutni a játéknak a feléig. Durván, akkor vagyunk a játéknak az 50%-ánál. És körülbelül ugye hát én, hogyha számolnom kéne, akkor ugye a játéknak a 60% a környékén van az, hogy kicsit kezd, tehát ott változik meg egy picit a játék, illetve a játéknak a vége felé ott már egy kicsit elmegy egy másfajta kategóriába, ami szerintem már annyira nem Fahrenheites, és sose értettem, hogy a vége felé miért kell ennyire elmenni ilyen szuper durva dolgok felé, de hát mindegy. Ez is hozzátartozik a Fahrenheithez, legalábbis a vége felé, de nem akarok semmit se elszpoilerezni. De tényleg azt kell mondanom, hogy az elején ahhoz képest, hogy mennyire komor volt, meg mennyire izgalmas, tehát hogy úgy érdekfeszítő, hogy tudni akartad, hogy mi merre hány méterre, arra, tehát igazából szerintem a végét azt úgy elszúrták ebből a szempontból. De, mint mondottam, én ugye az a fajta ember vagyok, hogy minden egyes játék, tehát azokat a játékokat, amiket szeretek, azokat se szeretem 10 pontosra, tehát igazából nálam a 100%-os játék nem játszik, mert minden egyes játéknak van valami hibája, és szerintem a Fahrenheitnek ez az egyetlen egy hibája, hát ugye a vége az szerintem nagyon-nagyon gyenge, de ennek ellenére szerintem hibátlan. Szóval Isten királyság ez a játék. És bármikor elő tudnám venni, ha lenne rá időm. Up pretty good for a white cop. You ain't so bad yourself. You got some game.
not enough. I should have just paid you your $100, called it good. I'm embarrassed here, man. Life is all about choices, Tyler. No pain, no gain, right? Hey, don't push your luck, Jeffrey. Jó, akkor még se tudtunk meg róla semmit. Training Sergeant Mitchell, that's him, in the second to last row. Thanks. Na, akkor most akkor Carlával nézzük itt a lőgyalkorlatokat, hogy mi itt a helyzet, mert elvileg itt van a Mitchell őrmester, aki a Kirsten ügyben nyomozott, úgyhogy vele meg tudjuk beszélni a dolgokat, de azt nézem, hogy van-e valahol kártya, de jól látom, akkor nincs, illetve még azt akarom megnézni, hogy ki tudunk menni. Nem tudunk kimenni. Jó, akkor ezen a részen akkor nincs kártya ezek szerint. Sergeant Mitchell? Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Would you mind if I asked you a few questions concerning one of my investigations? Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. Doubt I can be much help. It's concerning an old case, but I'm still looking into it. The Kirsten case? Because you can't locate the file, is that right? Yes, that's right. The file's been classified. How'd you like to do some target practice with me? Sure. Why not? Jó, hát akkor lőj a kolladdel, akkor nézzük, hogy van-e valahol kártya. Opa. Tehát, hogy nézzük, hogy van-e valahol kártya. Most, hogy változott itt a helyzet, de akkor nem, nincs. Azt még nem meséltem, hogy nem teljes képernyő. Tehát, hogy nem teljes képernyőbe játszom, hanem ablakba játszom. Egyetlen egy okból kifolyólag. A bal gombbal lősz, jobbal újra töltesz. Lőd le a taristákat, hogy időt nyerj, de civilekért időlevonás jár. Na nézzük. De fura. Igen, az civil. No, ez mellé ment. Igazából nem lehet sokáig lövöldözni itt, mert egy idő után annyira fölgyorsul az egész, hogy lehetetlenségüket eltalálni. De igazából egy pár pontot össze lehet szerezni. Szóval ilyen kis lőgyakorlatos pálya. Kicsit kikapcsolja az embert. Igazából ez az udvari kosárlabda meccs, meg ez a lövöldözős rész az, ami kicsit hát ad egy ilyen pihit. A játék szempontjában ilyen kis kikapcsolódós rész. Na de ugye meséltem arról, hogy nem teljes képernyőben játszok, hanem ablakba. Ez egyetlen egy ok miatt van, mivel teljes képernyőben valamiért az OBS, hogyha rá van kötve az OBS a Fahrenheitre, tehát hogy be van kapcsolva, hogy az OBS lássa Fahrenheitet, akkor valamiért a Fahrenheit kifagy. Nem tudom, hogy miért csinálja ezt, meg minden, de sajnos ez van. És csak és kizárólag ablakban működik, tehát ablakban látja a játék, vagyis az OBS a játékot, és ilyenkor nem fagyasztják ki egymást, úgyhogy nem olyan értem, hogy ez miért van, de hát megoldottuk. Szóval ezért van az, hogyha néha a piano egérrel, tehát a kurzorral kikattintok az asztalra, és akkor azért áll meg a játék. Civil. Nem tudom igazából, hogy mennyi pontot kell összeszedni. Arra nem nagyon emlékszem, hoppá. De hogyha elég pontot összeszedünk, akkor megdicsérnek minket, és akkor Carla kap plusz mentális pontokat. Mondjuk az most kell is, mert a klaustrofóbiája miatt most veszítettünk azt hiszem a 30-at. A 20-at. Ezzel azt mondtam, hogy ma annyira gyors, hogy igazán tudom őket eltalálni. I have to say you're a heck of a lot better than most I see around here. So, what do you want to know about the Kirsten case? Well, for instance, what exactly happened? A guy named Kirsten's calmly shopping in his local supermarket. He's in the kitchen accessories aisle when someone picks up a knife and stabs him to death. Was the killer apprehended? He didn't move from the spot. We found him sitting on the floor next to the victim. He was waiting for us, with this
blank stare on his face. Did the killer ever try to explain why he did it? When I arrived at the scene, he'd lost all memory of what he did. He was talking, but he was incoherent. He kept saying that it wasn't him who'd done it. That's all I could get out of him. Any other interesting elements in the case? One more detail. The killer then used the knife to carve some symbols on his own forearms. Very weird stuff. It looked like a snake or a serpent. Maybe he just cracked, lost it for a moment. Some people are like time bombs just waiting to go off. That's the first theory I had, until I saw the coroner's report. Each knife entry cut cleanly into an artery, leading to the heart with perfect accuracy. Precision like that, the guy had a 1 in a million chance of doing that, even if he'd been a surgeon. Jön a második menet, megint lövöldözünk akkor egy sort. És hogyha megint kellő pontot összeszedek, akkor megint megdicsérnek minket, azt akkor... Hát remélem megint akkor plusz 10 mentális pontot kapunk vissza. Na nézzük. Én amúgy örülök ennek, hogy a Fahrenheitnek csináltak egy ilyen remastered verzióját, mert tényleg szebb lett a játék, és tényleg ez a HD-sított verzió, ez tényleg nagyon jó, én szerintem. Én mint hogyha azt venném észre, hogy mint hogyha lennének benne extrák. Tehát nem nagyon emlékszem, hogy az alapjátékban voltak ilyen dolgok, amiket ugye most így alaposan körbenézünk. Bár aztán lehet, hogy benne vannak, csak én nem emlékszek rájuk annyira. Mert több mint valószínű, hogy így van. Mert amikor 5 évvel ezelőtt én készítettem a végigjátszást, akkor előtte én háromszor játszottam végig, azt hiszem, a játékot, tehát háromszor kétszer biztos végigjátszottam a játékot, és mindig a leggyorsabban és a legprecízebben próbáltam, meg ugye hard fokozatom. És igazából tényleg csak arról koncentráltam, hogy mi merre, hány mitre, hogy legfontosabb dolgokat megnézzem, meg azokat a kérdéseket tegyem fel, ami fontos a végigjátszás szempontjából, meg legalábbis a történet szempontjából. Úgyhogy... De most ez egy olyan fajta végigjátszás, ahol szépen kommentálok, és szépen megnézzük a játéknak a titkait, amiket megtalálunk. Meg én szerintem a szinkronba is valamit azért alkottak, mert mint hogyha úgy hallanám, bár lehet, hogy ez megint csak az idő vasfoga, és nem úgy emlékszem, hogy kellene, hogy mint hogyha a szinkront is újra szinkronizálták volna. Tehát mint hogyha újra vettek volna egy-két mondatot. Szerintem. Aztán lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy ez csak a HD-sített verziója a hangnak is, nem tudom. Apám, majdnem. De gyors. Na jó, az már bukó. Az meg nem. Hát, hogyha kettőt lövök, akkor talán egymás után, akkor így eltalálok egy-kettőt. Nem. Jaj, rossz gomb. Hát ez bukó. Excellent target. Looks like you're a natural. Na. Nyomozás. You didn't stop your investigation there, did you? No, this case really intrigued me. What could have motivated him to do something like that? I mean, I checked out piles of leads and discovered almost by accident that this wasn't the first. There had been other killings with the same profile. You mean where the killer had the same bizarre MO and stuck around afterwards? Exactly. 3 weeks earlier, on the other side of town, another stabbing victim in the middle of the street, no motive. Then I discovered a third case, 2 months prior to that. Then another, and another, and always the same MO. Now, cop. And the man who killed Kirsten, whatever became of him? His name is Janos. He lost his mind.
They've got him locked up in Bellevue. Kirsten file. And your investigation into the supermarket killing. Did it lead anywhere? You should drop this one, Detective. This is not just a murder case. There's something very odd going on behind the scenes. Looks like I'll be starting a new file. Nincs harmadik menet, ne aggódjatok. Na, hát akkor... Eddig volt Tyler, eddig volt Carla, akkor most pedig jön Lucas, így a videónak a vége felé. Kicsit kiropogtatom az ujjaimat, mert én már emlékszem, hogy mi lesz itt. De előtte körbenézünk, nem veszük fel még azt a telefont. Ajtó bezárva, bezárva. Ablak bezárva, minden bezárva. Ezt valaki visszalógatta azt a bogzsákot. Sehol semmi. Se a hűtő. Se ezek. Hát akkor nincs más hátra, mint előre. Csak és kizárólag a telefonnal tudunk kapcsolatba lépni. Lucas Kane. Master Noctitlan. QTE. Na, bízunk benne, hogy sikerülni fog. Mondjuk azért nagyon hosszú lesz megint. De legalább a zene az jó. Meg hát van 4 életem, úgyhogy csak meg lesz 4 életből. Meg ugye egy hibázási lehetőséget enged a játék. Most jön a... Opa! Most jön a konyha egésze. Hibás, de jó. Mínusz egy élet. Hogy elsodorjon itt a régállam, légállam, légáram. Na, de jó. Már 2 minusz. Jönnek a képek.
Három életet veszítek el, durva. És ez nem a legnehezebb. Hanem ennél még lesz egy... lesz a játék vége fel egy rosszabb. Egy hosszabb. Rosszabb és hosszabb. That's how my story ends. Officially, they called it a suicide. I'd never find out the truth about what really happened to me in that restaurant on that cold January night. I'd never know who it was that killed me. Hát pedig... Ó, és az elejéről kezdjük az egészet. Aj, de jó lesz. És már rosszul kezdem. Ezért nem kéne kommentálnom, és akkor oda kéne figyelni, és akkor jó lenne az egész. Hát, hogyha elkések, akkor az úgy nem jó. Pedig nyomtam, ne szívasson már meg a játék. Meg ezt is nyomtam, tehát... Aj. Ez így hosszú lesz. Nem is értem, hogy én ezt nehéz fokozaton hogy tudtam megcsinálni annó. Most itt a normál leizzaszt. Nagyon durva. Hozzátartozik a dologhoz, hogy annó rágyakoroltam. Szóval igen, hogy annak idején rágyakoroltam. Most meg így 5 év után egyből. Na jó, srácok, lányok, nem kommentálom, jó, hanem odafigyelek tényleg. Mert ezt le kell nyomni.
Lucas's terrifying story haunted me all night long. I had to see him, to talk to him. I had to find out what Agatha had told him. I wanted to look my brother in the eye and hear the truth. I'd never been to his apartment before, and it took me some time to find it. Hú, srácok, hát tudjátok meg. Hát, tényleg nem értem. The tenants' names are on the bells. No, Lucas doesn't live here. Nem tudom, hogy anno hogy tudtam én ezt megcsinálni, hát normál fokozat is. Megőrít, komolyan. Most próbálok sietni, mert nem tudom, hogy... No, this isn't the right door. Van-e itt valami extra? Ha Lucasnak az ajtaját hagyom utoljára. Nem, az itt semmi. Hát akkor marad ez. Lucas Kane, that's it. Lucas? Lucas, open the door! Lucas! I could swear that I heard a scream coming from inside. The doorman said Lucas was at home, but he isn't opening. Lucas is in danger. I've got no other choice. Jó, sikerült. Na, hát remélem mentett a játék. Előtte szeretnék itt Markusszal körbenézni. Meg hát ugye megnézzük, hogy mi történik, hogyha kifutunk az időből. And that's how my story ends. Officially they called it a suicide. I'd never find out the truth about what really happened to me in that restaurant on that cold January night. I'd never know who it was that killed me. No. Akkor csapó kettő. És van egy picivel több időnk. That's it. Jaj, harangozzunk. Na, gyerünk. Már nincs sok idő. Nagyon fogy. Még arra lennék kíváncsi, hogyha nem nyomom a izét az AD-AD-t, akkor mi történik Markusszal? Lucas? Akkor is betöri az ajtót. Lucas! Megnézzük. I could swear that I heard a scream coming from inside. The doorman said Lucas was at home, but he isn't opening. Lucas is in danger. I've got no other choice. Ja, akkor meg sem mozdul. Ja, de megmozdul, jó. Azt hittem, hogy akkor így áll nap estig. Jó. Gyorsan siessünk, nézzünk körbe a lakásba. Van-e valami extra? Úgy semmi. Nézzük gyorsan a fürdőszobát. Gyorsabban át lehet nézni. Semmi. 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 Jó. Kifelé. Meg azt hiszem abban a szobában se volt semmi. Jó, hát akkor fussunk itt. Nézzük meg, hogy mit csinál Lucas! Itt ez. Oh my God! Na, mentsük meg akkor szeretett testvérünket. Hú, de nyomom! Jó, plusz 10 Lucasnak. Lucas, for God's sake! Have you lost your mind? What's come over you? The walls were blown away and the wind, the tempest, I... Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas. There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas. What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening. It'll be all right, Lucas. Everything will be fine. I'm gonna help you. You'll see.
Na srácok, lányok, akkor ennyi lett volna ez a rész. Innen fogjuk folytatni, más, tehát lényegében Carlának a lakásába fogjuk akkor folytatni. Hát nem volt egyszerű most így ez a vége felé, ez a QTE, és az a helyzet, hogy még lesz 2-3 olyan ilyen QTE is dolog, hogy hát hogy ott én akkor hogy le fogok izzadni, tehát hogy nagyon durva lesz az, hogyha már ez ilyen durva volt, normál fokozaton, fú. Na mindegy, hát megoldjuk mindenképpen, csak majd lehet, hogy az lesz, hogy akkor tényleg csömbben maradok, és tényleg a QT-ekre figyelek, mert nem megy. Lehet, hogy tényleg az kellett volna, hogy edzeni, rápróbálni. Na mindegy, én akkor is köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, innen fogjuk akkor folytatni. Szóval jó voltam, legyetek jók, ijatok sok vizet, vigyázzatok magatok és egymásra. És folytatása következik akkor a Fahrenheitnek. Na, sziasztok!